Hét meghatározó játékosával és vezetőedzőjével, Elek Gáborral is szerződést hosszabbít a Ferencváros női kézilabda csapata, emellett egy távozót is bejelentett. A klub mai sajtótájékoztatóján kiderült, hogy 2024-ig biztosan az együttest erősíti majd a válogatott csapatkapitánya Bíró Blanka, Janurik Kinga, Kisfaludi Anett és Kovács Anett. A légiósok közül pedig zöld-fehérben folytatja a holland világbajnok Angela Malestein, valamint a két német Alicia Stolle és Emily Bölk is. Honfitársuk Júlia Benke viszont az idény végén távozik a csapattól. A Ferencvárost 2008 óta irányító Elek Gábor a sajtóesemény után elmondta, célja, hogy a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jusson az együttessel, de vannak kötelező feladatok is. Vannak minimum elvárások, amit ezzel kellettet teljesíteni kell, ezt is esetítok, hogy mindig az a helyezés, ami a következő évben is a Bajnokok Ligájára jogosít. Tehát összességében én úgy gondolom, hogy azok a célok, amik itt megfogalmazottak, szépen aprólékos, szisztematikus munkával elérhetőek középtávon, de az biztos, hogy ez rövid távon egy oltári nagy bravúr lenne,